Hello mindenkinek, Rezsek vagyok, és hát tudjátok, hétfő van, szóval ez ide a következő pokoli szomszédok résznek, ugye most ezzel a játékkal foglalkozok, mondanám azt, hogy nagy években, de igazából ez csak egy ilyen kicsi nosztalgia, mert ugye régeségen az első részét kivittem ennek a játéknak, és mondhatni már eljött az ideje annak, hogy foglalkozok a második részsel így 8 év után. Szóval, ott tartottunk az előző részben, hogy következő helyszínünk ez lesz, bár már is fejtettem, hogy mi a neve ennek a mapnak. Na mindegy. Mi csinál a... Ez kiskoromban nem esett le. De oké. Okay. Innen valamit le tudok nyúlni. Ahó. Őt nem zavarja, hogy... Ja oké, okay, őt nem zavarja. Jó. Úgy tűnik az asszonnyal nem lesz problémánk. Gyerünk! Valamit találtam. Találtam egy nylon harisnyát. Ó, elmegy WC-re. És ez mi jó? Van valami más? Nem? Ez micsoda? Azt mondja, chili szósz. És WC-n volt. Azt hiszem látom a rációt. És itt valószínűleg megy nyitvágni, vagy biciklizni? Valami? Azok a ágyugolyók. Igen, vannak ágyugolyóik. Van egy ilyenünk, ami egy olajos kanna. Ja, most vágott egy dinnyét. Oké, van itt még valami használható? Na, valamit le tudok nyúlni. Az a kérdés, hogy itt fent fog jönni, vagy lent megy az asszonyhoz. Na, hova mész? Följön. Oké. Jó. És az a kérdés, hogy a föl ön belül hova. És első körben ki kéne találnom inkább azt, hogy hova mit tudok csinálni. Ugyanis... Várjunk csak, itt vannak a... Várjunk csak, van egy ágyugolyónk. Az ágyugolyónk az egyetlen dolog, amire hasonlít, az a dinnye. Lehetséges, hogy ki tudjuk szedni egy dinnyének a belsejét és belerakni az ágyugolyót, hogy azt próbálja meg szétszelni. Mintha lenne valami ilyesmi opció, oké? A chili szósz az mindenképpen a WC papírjára kell, az nem kérdés. Olajos kanna... van benne gépolaj. Gépolaj az mély jó. Azzal valamit kell csinálni a... valószínűleg a biciklivel. A gépolaj meg a bicikli az mennek egymáshoz. Nylon harisnyát viszont nem vágom, hogy az, amit kéne csinálnom. Vagy... A csavarkulcs... Na most megy megint dinnyéket vagdosni. Ez nem lesz egyszerű. Rá kell jönnöm, hogy mire kell használnom. Itt elvileg mindent kilútoltunk, ami lehetséges. Itt már nincs semmi más opciónk. Most vág magának egy dinnyét. Itt kéne belecsempészni az ágyugolyót, de szinte 100%-ig biztos vagyok. Most megy biciklizni. Na, időközben csak rájövök, hogy mit kell kezdenem magammal. Vagy ezzel önmagában nem tudok semmit sem csinálni. Most megy pofázni. Most játssza Stálint, úgyhogy amint ezzel... Most amint elhagyja ezt a helyet, jön az ágyugolyós trükk. Ez egy. Akkor valószínűleg a gépolaj az megy a biciklihez. Nem a biciklihez megy. Viszont ezt el tudtuk használni a biciklihez. Oké, akkor a biciklihez már szét fog esni. Az a kérdés, hogy mit tudok csinálni a többi cuccal. Mert nem igazán vágom, hogy mit tudok még csinálni. Nylon a harisnya az mihez kellhet? Na várjunk, csak megoldom. Ezzel mit csinálok? Nem. Oké, akkor a nylon harisnya az ehhez kellett, válaszra találtam. Csak az a kérdés, hogy tényleg itt csak ennyit tudok csinálni? Mert ez a kettő, meg már olajos kanna, akkor valószínűleg ehhez kell ez, hogy olaj zúduljon a nyakába, vagy nem tudom, mindjárt meglátjuk. Oda néz ezt közben, nézni azt is, hogy milyen szenvedésem megy keresztül. Nem tévedtem, tényleg ez az. És ez megy oda.
Elvileg gyorsan meg leszünk ezzel. Egy. De egyébként nem tudom, hogy hogy sikerült ketté vágni a dinnyét, úgyhogy az ágyugója a fejére sem, hogy várjunk, mi vágtuk ketté a dinnyét előtt, hogy kiszedjük a belsejét? Kettő. Jaha, már kezdi magát felhúzni. Jó lesz ez. Az a kérdés, nem lett volna egy gyorsabb úgy, hogyha ezzel kezdjük, mert akkor nem kell itt keresztül mászni a fél mappon és nem tud lehigadni. Nagyon minimális mennyiségben megy le egyébként a higgadsági szintje. Úgyhogy szerintem bőven ki fog jönni így is a vége, hogy megkapik az Oscar díjat, értem, hogy minek nevezzem ezt. Itt most rá fog dőlni vajon? De miért pont az orosz zászló? Mi sem történt? És nem rakja vissza? És nem rakja vissza a képet Stalinról? Oké, okay. Jó van, ez gyerekként nekem leseresett, hogy mit jelent ez a zászló. Oké, okay. Ez egy teljesen új élmény volt most. Elmegy a WC-re, és mire lesz jó az olajos cucli? Úgy de nyomja! Oh, chili? Aha, azt hiszem most sokat be. Kár, hogy nem tudok belezoomolni. Annyira nézném közelebbről a fejét ilyenkor. Úgy tűnik ez 100%-osan jól megvolt. Oké. Okay. Következő a listán az a gongszóra tapsra. Oké, okay. Mi volt az előzőnek a neve amúgy? Vagy ezt így... Ah. Vagy csak ez a dolgos kezek, ez a gongszóra tapsra. Oké, okay. Hát ez a következő, ez jön a listán. Úgyhogy akkor csináljuk ezt. Ó, ugyanezen a mappon vagyunk. Valamit csinál a szomszéd, de úgy vagyok vele, hogy ez csak belefér, az a macis dolog. Ha már egyszer itt vagyunk mellette. Meg lesz? Meg lesz. Oké, okay. Van egy teddy macink. Álljunk csak, azt oda tudom adni a gyereknek. Aha, ezt eltrédeltük konfeti szóróért. Oké. Okay. Akkor itt van még valami cuccunk. Oké, okay, van egy... Mi ez? Bonsai! Ja, bonsai! Oké, tudom mi az, nyugi. Most ott van még egy táka. Mi van benne? Vagy a tákát tudjuk elcsorni? Üres rizsestál. Oké. Okay. Most megy a szomszéd enni egy hotdogot. Oh, konfeti szóró és hotdog. Ah, I see. Azt nem kezdem érteni, hogy ez hova fog menni. Úristen, mennyi poénunk van? 6 darab? Jézus úristen. És... Innen föntről tudok még valamit elcsorni? Nem? A szomszéd megy nézegetni ezeket a cuccokat itt. Még gyöngysorokat nézeget. Miket lehet még csinálni? Ne, jön vissza. Gyorsan felfelé miatt még elkap. Na, nézzük, hogy itt miket tudok csinálni. Vagy tudok még szerezni még egyet ebből? Ah, tudok szerezni még egy teddy macit. Az miért lesz nekem jó? Valami haszna csak lesz. Miért van nekem 2 teddy macim? Na most megy... Ez micsoda? Jézus Isten! Ez a játék. Jaj, imádom. Hát itt valószínűleg a hotdogba egy dinamitot kell raknunk. Az a poén már megvan. A bonsai nyíróval... Viszont nem tudom, hogy mit tudunk csinálni. A napernyőállvány az... Vagy csak ezt el tudom csorni külön? Az ad még egy eszközt poénra, hogy... Mert itt még mindig jelzi a kezet. Nem, itt már nincs semmi. Itt... Mit tudok olyan csinálni? Most annyira nincs meg, hogy... Mik az opciók. Várjunk csak! Ah, van egy tálom! És mi van akkor, hogyha a tálba rakok ilyen port? Aha, most már van egy... Csomó porom. Ez még jó? Eddig van 5 eddig 5-öt tudunk csinálni valamit. Nem tudom, hogy egészen pontosan micsodát.
Várjunk csak ott. Ja, hát ott le tudok nyúlni téglát is. Hát, de én nem vettem észre. Volt egy ilyen sanda emlékem, egy ilyen homály, mint hogyha ezekből is le lehetne nyúlni egyet. Mert ez kő, tégla, ez nem csak sima kő, ami arra volt tervezve, hogy szétfejelje valaki. Úgyhogy kezdem mondjuk ezzel. Innen fog indulni a hasznos dolog. A bonszájnyíró, amikor ezt a gyöngyfüzért, ezt el tudom vele vágni. De csak pont annyira, hogy azonnal ne hulljon le. Oké. Váza. Biztos roppant értékes. Külön a vázával tudok valamit csinálni? Nem, ezzel semmi. Aha. Nem. Ezzel se semmi. Dinamitot gondolom nem tudok belerakni. Na. Por? Jó, itt csúszni fog! Oh, ez Big Brain. Oké, erre nem gondoltam. Akkor itt kicserélünk egy követ. És még a porral tudunk akkor olyat csinálni, hogy ezt csúszósát tesszük, és az asszony el fogja miatt násmákolni. Oké, itt más dolgot azt hiszem nem csinál. Oké. És akkor még kéne valami olyat csinálni, hogy meghosszabbítjuk a dorongot? Ezek a sok-sok éves emlékeim ezek. Nagyon nehezek. Elég csak most jön a gyöngysoros. Mert itt van egy poén, és akkor még a dinamitot kéne belerakni ebbe. És elvileg ennyi? Ez itt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elvileg meg lesz. Azt mondja, egy poén. Aha, oké. Okay. Ja, ez egy kombó lett, mert így nagyon csúszik. Oké. Okay. Instant két poén egyszerre. Oké, okay, ez nagyon jó. Na, csak ez Olgának a kisfia? Micsoda? Ezt nem tudtam. Megy Olgához. Akkor Olga az asszonynak a neve. Valamiért már nevekre sem emlékeztem. Az fájni fog szomszéd. Nem csak ide lejövök, miatt megfeledkezek róla a sok idiotaság miatt. Ez három eddig. Akkor ott jön most a nagyon vastag kő, amit valószínűleg nem fog ketté fejelni. Most jön a legjobb rész. Itt valami más tudtam, elvileg megvan minden poén, már csak ez meg ez. Elvileg megvan minden. Nagyon remélem. Gyerünk, kongass meg! Hogyha is rövidebb lett! Lejöttem, ugye? Lejöttem, jó? Imádom ezt a játékot. Ez a legjobb dolog az egész világon. De jó is volt a gyerekkorom emiatt. Dizsmád meg azt a... Na, mi lesz? Of course, hogy a füleink keresztül fog elrobbanni. Miért nem gondoltam erre? És nem lett meg. Ezek szerint az egyesekkel kellett volna kezdeni. Na mindegy, most nem csinálom meg Mallorról, nem érdekel. És akkor van még a pingpong Fucius. He? Oké. Ennek még neki esek, szerintem ez még meg lesz ebben a részben. Van itt angolna, vagy az kígyó? Nem tudok egy tojást csórni ettől a madártól. Nem kockáztatom meg, hogy mi ez, mert tudja, hogy rosszat fogok mondani. Nem. Középre. Azaz, megvan. Oké, megvan a tojás. Ott pingpongozik az asszonnyal. Igen. És itt van valami doboz, és a dobozban az a kérdés, hogy vajon mi van. Van egy bicikli... az miért jó? Várjunk csak itt. Itt valami nagyon bonyolult dolog lesz. Olga velem ugye nem akar semmit se csinálni. Kötél! Pontlapta... ott van dinamit! Miért van ott dinamit? Ez biztos, hogy dinamit? Nem inkább valami csillagszóró, vagy valami ilyesmi? Nem? Oké, akkor megy tovább egyenesen előre, és... vajon miket tudunk itt csinálni?
Azt mondja, van egy petárda. És petárda, azt mondom, milyen szép olaszosan mondtam. A petárdával... Oh shit, erre jön! Hú-bú-bú-bú-bú, futás! Ja, most megy petárdázni. Akkor ha már egyszer megy petárdázni, akkor ha jól emlékszem, itt tudunk valamit csinálni a dinamittal. A gyufa kéne valahonnan. Honnan szerezek én gyufát? Aha, és rombolja a gyereknek a... Aha, értem. Ezt meg fogja járni. Miért? És hogy honnan kéne szereznem nekem... gyufát. Honnan? Hol van itt gyufa? Valamit tudok-e csinálni? Mik az opciók? Tudok csorni még valószínűleg iszonyatos mennyiségű tojást. Az valószínűleg abban többet is lehet. Döglött angolnákat a sütéshez itt tárolja, akkor remek szakás, már amikor rajta van a szemüvege. Tehát amikor leveszi a szemüveget, el kéne tőle csorni. Aha! Vedd le! Megvan. Oké, megvan a szemüvege. Az okuláréval, az a mit tudunk olyan csinálni? Jó, azzal tudjuk meggyújtani a dinamitot! Kétszázikú, oké. Aha, jó, lerobbantottuk ezt a fejet. És most van egy oroszlán fejünk. És ugye a szomszéd mindig megrugdossa ezt a fejet. Ez pedig arra lesz nekünk jó, hogy kicseréljük ezt igazi oroszlán fejre, és hogyha belerúg, az fájni fog. Az nagyon fájni fog. Ezzel nem tudok semmit csinálni. Jó, oké, nagyjából már kezdem kiismerni a rútját a szomszédnak, hogy pontosan mit csinál ebben a részben. Most ennél a mapnál. De összesen 5 poén van. És az a kérdés, hogy... Hogyan tudnék szerezni... Valamit. Nem tudom egészen pontosan micsodát keresek, de valami még hiányzik. Mert az okulárét azt elhasználtuk. Most van ez az oroszlán fejünk. Az a kérdés, hogy mit lehet olyan csinálni ezekkel a talpakkal. Mert egy dinamitot még tudunk csorni. Azt tuti. Jó, oké, mennek játszani. Nem tudunk már több dinamitot szerezni. Vizisít béreld, de mit tudok... Kötéllel... Nem hiszem, hogy itt kötéllel bármit is tudok csinálni. Ez még jó, hogy nem csináltam meg most. Pont most én ezt a részt nyomni. És akkor az a kérdés, hogy... Itt valószínűleg egy tojásra ki tudom cserélni a pingpong labdát. Abban 100%-osan biztos vagyok, hogy ez egy opció. Ez egy. Akkor... Várjunk csak, itt még van egy valami. Ez mi ez? Ezt nem vettem eddig észre. Használd a kalapásot, mint a szögeket. Oké. Azt hiszem megvan az ötlet. Akkor ő most hova megy a vízisízés után? Most megy enni angolnát. Jó. Tökéletes. Akkor most cseréljük ki a gyereknek a szobrát erre. Ezt átszegecseljük. Ezzel... Oké, most jön... ez durva lesz! Jó, menjünk oda fel közbe, míg végignézem, hogy mit szerencsétlenked a szomszéd. Azt hiszem, elvileg minden megvan, minden lehetséges poén. És nem beszél... Jó, és kicseréljük a... Aha, hogy köteletetessen meg vele a szakás. És akkor most még megrugdosni a gyereknek a szobrát, ami már nem szobor. Rúgd meg, gyerünk! Annyira imádom a hangokat, amiket kiad a szinkron szélyesze egyébként a szomszédunknak. Ez a játék túl jó. Nem érdemeljük meg. Most jön az a rész, hogy... Még lehet innen kéne inkább kezdeni, mert itt vár egy kevés időt az asszonyra, hogy elinduljon. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt most fog és megküldi azt a tojást. Ez
szegény szomszéd. Egy bizonyos ponton már kezdem sajnálni mindig. És akkor most megy vízisízni. Elvileg minden megvan, már csak a szakásos történet van hátra a vízisízésen kívül. Do it! Csináld! Azt leszegeltük! Let's go, azt mondja, és így wiii! Akkor megy az ellenkező irányba is. Ezek a hangok. Na és akkor most jön az angolnás bicikli belsős dolog. Meg lesz az? Nem vagyok benne biztos, hogy meg lesz megint az Oscarunk. Ja. De összeszedte azt a bicikli belsőt. És megvan! Itt meg lett. És leüti! Oké. Easy. Megvan. Jó, és megnyílt a következő a telibe trafába. Oké, jó. Akkor innen folytatjuk a következő részben, szóval ha addig is valami kérdésetek lenne, akkor dugottan nyomjatok. Igen, nem tudok beszélni. Szóval nyugodtan dobjatok egy kommentet ide a videó alá, vagy esetleg írjatok a firejack@gmail.com-os e-mail címemre. Na de akkor találkozunk legközelebb csütörtökön.